Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Augusztus elején kezdetét vette a parlagfű szezon, amely kellemetlen tüneteket okozhat azok számára, akik allergiásak a növény pollenjére. Mai adásunkban a pollen allergia tüneteiről, illetve kezeléséről lesz szó. A témával kapcsolatosan vendégem professzor dr. Nékem Kristóf, allergológus, klinikai immunológus. Üdvözlöm a műsorban, köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Örömmel. Jellemzően mettől meddig tart a parlagfű szezon, mikor kezdődik? Egy-két hetes különbségek évről évre az időjárástól függően, meg hát főleg az esőtől, tehát a nedvességtől függően előfordulhatnak, de azért azt lehet mondani, hogy augusztus elején azért már mindenképpen illik, hogy a parlagfű megjelenjen, és hát hogyha száraz idő van egy kicsit később, akkor szeptemberben, sőt október közepéig is minimum a parlagfű azért még legalábbis hát kicsit virágozhat is még, de hát maguk a parlagfű szemcsék azok annyira ellenállók fizikai, kémiai hatásoknak, hogy a földön és hát tulajdonképpen akár a lakásokban is hát tömegével lehetnek még parlagfű pollenek, akár októberben is. Mi okozza egyébként a növénynek az allergizáló hatását? Hát ez bármilyen allergia keltő hatást, az ugye két dolog kell hozzá. Az egyik, hogy eltérjen annak a személynek, vagy pedig annak a fajnak a allergenitásától, a szerkezetétől inkább úgy mondanám, mert ez a különbségtétel, amit az immunrendszerünk meg tud produkálni tud, és hát ugye minden esetben, amikor ugye két különböző fajban lévő állat, vagy ember, vagy pedig növény találkozik, akkor ez mindig valamilyen fajta reakciót kelt. Tehát én úgy gondolom, az egyik az az, hogy legyen egy egyértelmű különbség, a másik pedig az, hogy ez az egyértelmű különbség egy bizonyos, mondjuk úgy, hogy számot, vagy egy mennyiséget azért el kell érni, ami hát a polleneknél akár számolható is, és hát így ugye nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy tehát a pollen szám, és hát ez az allergiáknál ez ugye talán a legfontosabb, mert az allergén hatásukat, azokat már nagyon sokszor már akár évszázadok óta is ismerjük, de hogyha nem érnek el egy bizonyos számot ezek a pollenek, meg hát a pollen források természetesen, akkor ha nem érnek egy bizonyos számot, akkor az immunrendszer számára ez nem lesz egy elég erős inger ahhoz, hogy például antitesteket képezzen, vagy pedig valamilyen másfajta reakciót képezzen. Tehát ez a két dolog kellene, az eltérés és a mennyiség hozzá az immunrendszerünket, mondjuk úgy, hogy ingerlő mennyiség és szerkezet. Ez a kettő, amire szükség van egy ilyen szituációban. És milyen tünetek nyomán jelentkezik a parlagfű allergia, hogyan ismerhető fel? Most ugye a tünetekről megint csak azt lehet mondani, hogy végül is minden olyan szervünkön jelentkezhetnek, amelyel maga a parlagfű egy ilyen szituációban kapcsolatba lép. Tehát ugye ez lehet a bőrön is, és valóban vannak a parlagfű hatására bőrtünetek, vagy a nyálkahártyákon inkább, ez az ugye egészen ismert, hiszen az allergiás ornyálkahártya, hurut, vagy pedig ugye a tüdőnek a megbetegedése, vagy a tünetei, azok ugye a legsúlyosabbak, de van az emésztő szervrendszerben is előfordul, hogyha a lenyelünk egy étellel valamennyi parlagfű pollent, akkor azok elég lassan fognak a savok hatására felbomlani, tehát ott is lehet egy reakció. Tehát azt mondhatjuk, hogy végül is minden szervünkön, legyen az nyálkahártya, legyen az valamilyen más szervünk, vagy a bőrünkön, ahol vagy a kötőhártyán, a szemben például, ugye, ahol találkozik a parlagfű az embernek valamilyen szervével, ott a lehetőség legalább arra, hogy tünetek legyenek, az mindig adott. Az egy más kérdés, hogy a mennyisége, vagy pedig a egyéb paraméterek befolyásolhatják, és esetleg nem fog semmilyen tünet lenni egy idő után, de a lehetőség megvan, és általában miután a parlagfű pollen egy nagyon erős
fehérje szerkezet, ugye, ami az immunrendszerünk számára egy erős ingert jelent. Ugye, de hát a valószínűség az mégiscsak az, hogy akinek genetikailag is van hajlama arra, hogy ugye, tüneteket képezzen, allergiás tüneteket, ott ezeknek az egészsége, amúgy egészségeseknek a nagy része azért de mégiscsak tüneteket fog produkálni, és hogyha több éven keresztül áll fönn ez a kapcsolat a nyári időben vagy tavasszal, akkor ezek a tünetek egy határig folyamatosan növekedni fognak, és kellemetlenek lehetnek, vagy hát akár életveszélyesek is lehetnek, mint mondjuk egy asztmás roham egy több éves parlagfű kapcsolat után. És hogyan lehet készülni, vagy felkészülni a parlagfű szezonra? Ugye azok, akik allergiásak, mit tehetnek? Igen, hát ugye a kérdés az nagyon nehéz azért, mert a legjobb módszer az az lenne természetesen, hogy a parlagfűet a környékünkről is írtsuk ki, és hogyha nem találkozik vele az ember, hát akkor ennek legalábbis nem is lehetnek tünetei. De ez nem működik sehol a világon, ahol mondjuk úgy, hogy a meteorológiai viszonyok, vagy a környezeti viszonyok, azok időjárás viszonyok olyanok, hogy a parlagfű megteremhet, ott sajnos azt kell mondani, hogy egész biztos, hogy meg is terem, és hát egy idő után, hogyha bizonyos koncentrációt a pollen elér, akkor egyre több embernek lesznek tünetei. Tehát én úgy gondolom, ezt kivédeni csak azzal lehet igazából, hogyha az ember ugye, megpróbálja az irtást hatékonyabbá tenni, vagy hatékonyá tenni. Hát a magyarországi példára sajnos azt kell mondanom, de ez a többi országra is így van, hogy ha ez valóban egy nagyon nagy mennyiségben jelenik meg a saját virágzási idejében, hát akkor az irtás az ugye messze nem éri el sehol se azt a 80-90%-ot, ami mellett talán azért a parlagfű tünetek azért lényegesen enyhébbek lennének. És hogyan lehet kezelni a parlagfű allergiát, vagy a tüneteket? Hát igen, ez ugye megint csak azt kell mondani, vagy azt lehet mondani, hogy nagyon sok a választék az nagyon nagy, ami a magát a terápiát illeti, és bele kell kalkulálni azt is, hogy a betegnek milyen érzései vannak, vagy mennyire ideg zavarja őt az, hogyha tünetei vannak, nem mindenkit zavar egyébként, vagy pedig mennyire van lehetősége, hogy a gyógyszerelést megfelelő hatékonysággal intézze, vagy beszerezze a gyógyszereit. Ugye, tehát ezeket a szempontokat figyelembe véve, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen igazán jó az lenne, hogyha végül is mindenütt, ahol a parlagfű tüneteket okoz, ott a terápiás lehetőségek hozzáférhetők legyenek. Most ebben két variáció van, a legegyszerűbb az, hogyha valaki valamilyen fajta orsprayt használ, például amelyik gyulladás csökkentő, ezt használjuk a legtöbbször, és talán a legjobb hatékonysággal, mert azonnal kezd el hatni, tehát mindenki számára hozzáférhető. De a magának, a parlagfűnek a eltüntetése az átlagember környezetéből, hogyha virágzik, akkor az egy nagyon nehéz dolog, és ez szerint nem is lehet annyira megoldani, hogy azt mondhatnánk, hogy na, akkor olyan alacsony már a parlagfű pollen szám, hogy ettől a betegnek nem lesznek tünetei, ez sajnos ebben a formában nem működik. De hát a tünet csökkentő szerek mellett még az immunterápiák vannak, amely, és ez a két nagy csoportja van a terápiáknak szerte a világon. Ezek az immunterápiák azt célozzák meg, és általában valamilyen szintig el is érik, hogy ezt az allergiás reakció fokozódást, amit a parlagfű pollen fehérjéi váltanak ki, ezt el tudja, mondjuk úgy, el tudja tolni az allergiás reakcióból egy eltűrési reakcióba, ami azt jelenti, hogy kimutatható a szervezetben az, hogy ugye valamilyen módon reagál a parlagfű pollenre, meg hát másféle pollenekre is természetesen a környékén vannak, de nem fog klinikai tüneteket okozni. Ugye, és ennek a hátterében az van, hogy ugye meg kell válogatni, hogy milyen legyen az agyam, amit használunk például ugye orspréként, milyen fehérje részek legyenek benne, akkor a legcélszerűbben használható az valóban az orsprének, vagy pedig a belégzés
útján a tüdőbe kerülő a anyagok, amelyek megint csak ugye azt kell mondani, hogy az immunreakciót magát azt átváltják az immunreakcióból egy eltűrő reakcióba, és hát az injekciós kezelés is, aminek a lényege az az, hogy ugye olyan az injekcióban olyan anyagok vannak megint csak, amelyek a parlagfű pollennek a lényegi alkotó részei. Itt is a különbség és a hatékonyság, ugye, és a nem allergiás tüneteknek a jelenléte, az azon múlik, hogy más mennyiségben, más időbeosztásban, más helyre esetleg azt is lehet még mondani, kapja a beteg magát a parlagfű kivonatot, és ez áthangolja az immunrendszerét, meg ez az áthangolás, ez tulajdonképpen minden szituációban érvényesülhet, tehát ugye nem csak a parlagfű pollennél, más polleneknél, de hát táplálékallergiáknál is felhasználjuk bizonyos szituációba, hogy a betegnek az erőteljes reakcióit valahogy enyhíteni tudjuk, és ez általában sikerül is, tehát mint módszer ez egy bevált, több mint 100 év óta is használjuk, és egyre inkább az az érzésem, hogy ha ezt a parlagfű szituációban is alkalmazzuk széles körben, de ez a széles kör, ez ugye sajnos azt jelenti, hogy az szinte minden parlagfű érzékenynek ezt az immunterápiát meg kéne csinálnia, ami hát vagy egy éven keresztül, vagy esetleg a második évben, harmadik évben is csökkenő mennyiségben, de mégiscsak érdemes adni, hogy a szervezet emlékezzen arra, hogy neki nem egy immunológiai, egy allergiás reakciót kell képeznie, hanem egy eltűrő reakciót. Ez általában sikerülni is szokott, és én úgy gondolom, hogy ez lesz a megoldás a parlagfűnél is, mert az, hogy kiírtsuk, az emberi számítás szerint a belátható közeli jövőben azért az egy elérhetetlen cél lesz. A parlagfűre érzékenyek esetében jelentkezhetnek keresztallergiák, illetve milyen növények válthatják ki ezt? Hogyne, igen. Most a gyakorlat szempontjából azt szoktuk mondani, a valóban más növényeknél, néha még a fűnek bizonyos a fehérjével is keresztreakciót ad, de hát az ürömmel például azok közvetlen reakciók, és ahol több olyan fehérje rész van, amelyik mind a két a növényben megvan. Tehát ez a keresztreakcióknak talán a legismertebb része az az, hogy a görögdínyével nagyon keresztreagál, ami valóban azt jelenti, hogyha valaki a parlagfű érzékeny, és elfeledkezik arról, tételezzük föl, hogy a görögdínyétől is tünetei lesznek, de akkor megeszik egy nagyobb mennyiség görögdínyét, akkor nagyon komoly reakciói lehetnek. Én azt mondhatom talán, hogy a Magyarországon a mindennapi életben ez az a legfontosabb keresztreakció, amire érdemes azért odafigyelni, és amit minden körülmények között el kell kerülni, nehogy mondjuk úgy kiszámíthatatlan, vagy beláthatatlanul súlyos tünetei lehessen, amit maga kifogyasztja. A hazánkban mennyire gyakori a parlagfű allergia, mennyien szenvednek ettől az allergiától, illetve ez az évek során hogyan látja, növekszik ez a szám esetleg? Igen, amit lehet mondani, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy lassan növekedőben van, igen, mert hát ugye a populációnak az a része, amelyik nem találkozik vele, hogyha előbb-utóbb mégiscsak a környezetébe kerül valamilyen parlagfű, onnan akkor annak a lehetősége legalábbis, hogy allergia keltő legyen, az ugye folyamatosan fennáll a következő akár 10-15-20 évében is. Tehát a reakciót, az allergiás reakciót a parlagfű fehérjékre, azt nagyon nehéz elkerülni. Inkább a javaslatunk az inkább az, hogy kétféle lehet, tehát ugye az egyik az, hogyha nem lehet elkerülni, akkor valamilyen fajta gyógyszerrel, amit csöpögtetni lehet a szembe például, vagy bele lehet légelegezni a tüdőbe. Ugye a tüneteket nyomjuk el, ez az egyik lehetőség, ennek az az előnye, hogy ahogy a terápiát elkezdi valaki, ugye akkor hát mondjuk egy-két napon belül legkésőbb, de enyhülés kezdődik. Ugye megfelelő adagba kell adni, megfelelő helyre kell, tehát az orrba, a szembe,
esetleg a tüdőbe belélegezve, vagy a bőrre, hogyha ott vannak a tünetek. Tehát van egy csomó feltétel, amit természetesen teljesíteni kell, de én úgy gondolom, hogy a magának a parlagfűnek az eltávolítása mellett, ugye a lehetőség az az, hogy legtöbbször valami szteroid félével a reakciónak az erősségét csökkentsük, és ebből kifolyólag aztán a későbbiekben is az a tapasztalat, hogy ha a következő évben, vagy az azután következő évben valaki megint találkozik a parlagfűvel, ahol az ember lakik, de most már Magyarországon sajnos azt lehet mondani, hogy szinte mindenütt van mondjuk 500 méter alatti tengerszint feletti magasságban. Tehát, hogy ha valaki ugye találkozik a parlagfűvel, akkor mindenképpen érdemes a megfelelő gyógyszerelést, ami hát vagy a gyulladáscsökkentő, vagy az immunterápia, amelyik ugye áthangolja a szervezetet, de valamit mindenképpen érdemes csinálni. A kilátások azok, hogy a magának a tüneteknek a hatására asztma, vagy pedig hát más súlyosabb légúti tünet együttes alakulhat ki. Igen, ez lett volna pont a következő kérdésem, hogy így beszélgetésünk végén még mindenképpen beszéljünk arról, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha valaki nem kezeli a parlagfű allergiát, esetleg súlyosbodhat-e. Igen, a tapasztalat megint csak az, hogy ugye a parlagfű érzékenyeknek a száma az folyamatosan nő, ami érthető, mert hát egyre több helyen van az országban is sajnos parlagfű, tehát a kontaktus lehetőség az egyre több ember számára ugye kézenfekvő, legalábbis megtörténhet. És a másik, amit még hozzá kell tenni, hogy önmagában lehet, hogy maga a parlagfű, ha találkozik vele az emberi szervezet, nem is lenne annyira rossz, én nem azt mondom, hogy ne okozna a tüneteket, természetesen okoz tüneteket, de hogyha a környezet, a egyéb környezeti tényezők, például a levegő, vagy pedig amit részben, amit táplálékot elfogyaszthatunk, vagy pedig valamilyen más a környezetünkben anyag, amelyik szintén fokozza, vagy hát egy parlagfűre tartalmaz, aztán nem lenne könnyű elképzelni, de olyan anyagok, amelyek fokozzák az immunológia reakciónak a lehetőségét, és hogyha a parlagfű és egy érzékeny ember, és ez az immunreakció fokozó anyag együtt vannak, ez egy teljesen hétköznapi szituáció lenne, akkor ebből az fog következni, hogy egy év kontaktus után, 2 év, vagy akár 10 év kontaktus után, de a tünetek folyamatosan romlani fognak, és hát egy is mondjuk a régebbi időkben sajnos azt kell mondani, hogy parlagfű asztmásoknak óriási tömege volt, és az a tüdőt hát egy 2-3 év, 4 év, 5 év alatt a kontaktustól idejétől, meg hát a súlyosságától függően, tehát néhány év alatt olyan kopásos tünetek jelennek meg elsősorban a légútirendszerben, ami hát az egész életét a betegnek tönkre tudja tenni, és hát időnként sajnos halálos befejezésig eljut. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük szépen a hasznos információkat. Köszönöm én is a megkeresést. Ez volt már az Egészség mentén. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Viszontlátásra!